Szevasztok, srácok! Hello! Stream! Guten, guten! Megjöttünk! Úristen, úgy tele vagyok, mint egy disznó! Tibor, neked megköszöntem! Csak szólom! Na mindegy, úgy tele vagyok, mint egy disznó, és most még ráittam egy ilyen fél literes kakaót, és most így nagyon nem jó a gyomrocskámnak. Elváltozott a hangom egyébként? Vagy beszart a program? Vagy mi van? Már ennyire... jó, bocsást. Köszi, Tibor. Hát egyébként valószínű az lesz. Hát ettem húslevest, utána paradicsom szószos főtt húst, utána ilyen jó kis tyúkcombot, bulgúra, rozmaringos krumplival és szilvaszósszal, és mindezt a végén leöblítettem barackos, lepöcsöm, volt az, barackos kepivel, ráittam egy kapucsinót, és hazajöttem, és megittem egy fél liter ilyen mizós kakaót. Úgyhogy el se tudom képzelni, hogy ez majd mit fog kiváltani belőlem, de egyelőre még csak annyit érzek, hogy valami nem jó. A részleteket később egy másik epizódban. Egyelőre maradjunk annyiban, hogy... De mindegy. Na, viszont kacok, nézegettem itt a game listát, és azt a Far Cry 5-öt még mindig valamiért nem akarom elkezdeni. Nem tudom, hogy miért, de ilyenkor, amikor érzem, hogy nem akarom elkezdeni, akkor azt nem szabad elkezdenem, azt tudom előre. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy elkezdjük a... Hát azt, ami a címben van. Tehát ezt a Sherlock Devil Daughter című játékot, ugye ennek a, hát nem az előző részét, de egy ilyen Sherlockos gémet azt kipumpáltunk már, ezt a, hú basszus, mi volt a címe? Crimes and Punishments, az ugye ilyen ügyek megoldásáról szólt, elméletileg ez a gém, viszont egy ilyen sztori játék. Úgyhogy majd meglátjuk. Na, szóval üdvözletem Bazsinak, Meredienek, Tibolynak, Bazsinak, Tibolynak, Csicsor Channelnek, szevasz, szevasz, Csicsor, hello, mi a helyzet? Szevasz, hogy vagy? Hello, Berkenye, jó napot kívánunk. Na, mindenki itt van, aki él és mozog. Úgyhogy akkor indítsuk is el a játék. Szerintem még mielőtt baj lesz. Így, né? Úgyhogy akkor indítsuk is el a játék. Szerintem. Elég fura az a kép ott. Na mindegy, nem értem, hogy a replay, az instant replay miért indul el magától. Jaj, belekek! Jó. Sherlock Cookie. Ide. És ide. Nagyszerű. Szevasz László, hello, hello. És gyerekek, csak nektek, csak most beállítottam, hogy magyar legyen, bazd meg. Hogy senki nem mondhassa, hogy azért nem nézi a streamet, mert nem tud angolul. Úgyhogy most rábasztatok. Most rábasztatok, mert ez most magyar. Hát ezt most mindenki megérti, úgyhogy nincs kifogás. Most nincs kifogás. Na. De nincs mit betölteni. Beállítások, videó. Környezeti takarás, az úgy magasról jól lesz, nem? Fény tengely. Szerintem ez így jó lesz. Van benne nehézség, Mónika! Tehát a lelkes nyomozó az az éld át a híres nyomozó kalandos életét, és van a mester detektív a deduktív képességein valódi próbája. Nem tudok Mordorul, én sírök, mindig csak a feliratos lesz azzal se gyerek, mert vaks is vagyok, de szép. Hát gyerekek, egyértelmű, hogy ezt mester detektíven fogjuk elkezdeni, ez nem lett kérdés. Tehát hogy az a másik fokozat, ez tudja, hogy valami kis tutoriál akar lenni, úgyhogy az nem. Na nézzük! Az áldozat vallomása. Hát köszi, köszi Mere. Egész
Most mi van? Ja, most be kell... Jó, semmi. Hú, bazd meg, de szaggat! De ez valami... Ó, nem, ez egy 30 FPS-es videó, gyerekek. Látjátok, régen ilyenek voltak a videók a gémekben. Ez 30 FPS, ez tudni. Azért csinálom, bazi. Tűvös Sherlock, látom a szemén. Gyerekek, ez olyan, mint a Gyűrűk Ura egybe, amikor a hobbitok bujkáltak a izék ellen, vágyok. A maszkolok ellen. Ja. Mhm. Na, itt már triggereltük a... Jó van, itt már jó a kép, hála a jó Istennek. Oh, I do apologize, am I disturbing you? No, please. Do come in, Mrs... My name is Miss Alice de Bouvier. I'm Mr. Holmes' new neighbor. I have the pleasure to... Ez a Watson! I am Dr. John Watson. We provide you with any assistance? Oh, she is not the concern, Watson. I'm... rendkívül... what is this about? Igen. That child standing sniffling behind her. Get rid of him, Watson. But he is shivering with cold. And he is upset. What happened to him? Little Tom knocked at the wrong door. Oh, for crying out loud. Boy, come in. Warm yourself by the fire. Can I offer you a cup of tea, Mr. Bouvier? Well, I... It is not as though we are disturbing you-know-who, are we? Ez a Watson karakter az érdekes hallott itt megcsinálva. Since you are our new neighbor, is that better that you know what he's like? You're starting to worry me. Well, Mr. Holmes is relapsing. This illness that he has seizes him when he finds himself with nothing to do. He becomes completely asocial. And alas, this is a very difficult, medically incurable case. Now this must stay between us. Of course, I understand. How very sad. But there is a cure, if only a temporary one. A thrilling inquiry. Most certainly. If he refuses this one, then his condition will worsen. Oh, I am still here, you know. I didn't fall out of the window. De regek, muszáj innom egy kis Fuse Tea-t is, bazd meg, mert olyan szomjas vagyok, engem nem érdekelnek a következmények. Nász darabja. Úristen, kiukad a gyomrom, úgy tele van. Nem baj, jól esett, Milán. Nyugi, csak nyelj egy nagyot. Jó, most jó. Leért. Olyat nem lehet, hogy a felirat legyen angol és magyarul beszélnek. Persze, bazsi, bazd meg. Ez mi? Ugyanúgy lehet polírozni a kis fejecskéjét. Vörös szemek. Nemrég sírt. Igen? Mit lehet még találni? Hopp, itt is van valami. Sápad bőr, alultápláltság. Igen? De mit kell csinálni? Tom? Tom 8 éves, igen. De hogy fogadom én ezt el? Mindjárt lejár az időnk, bazd meg. Gondoskodó szülő, igen? London térképe. De hogy... aha. Igen. Fejlődési rend, hát a... Jaj, egy kicsit a kezecskéje, gyerekek. Láttátok?
Oké, de beprofiloztuk az embert. Büdös kurva vagyok, sokat akarok, ennyi. Jaj. Karakterportrék, megvan Tom. 8 éves, ruhái kopottak, több helyen foltozva vannak. Tom szülei aggódnak az egészsége miatt. Sápadt bőre, alultápláltságra utal. Szomorúnak tűnik és vörösek a szemei, mostanában sokat sír. Hát, az a bizonyos zuhany. Tom fejlődési rendellenességet az anyja terhesség alatti rossz táplálkozása okozhatta. Jézusom! Nagyszerű. Miért vagy itt? Now tell me, boy, what brings you here? It's my father, sir. He's missing. Lucy, I don't know what to do. Ha kikaparod a gondolkodó pamlagomat, segbe baszlak. What's his name? George Hurst, sir. Mi történt? And when was the last time you saw him? 3 weeks ago. He left for a new job. But this time, he was acting a bit strange and angry. Szevasz, Tyrion! Hogy furcsa? Strange? In what way? Fuhaj, gyerekek, ebbi baj lesz. Son, I'm out on a special job. Don't you dare move from here. I think something went wrong. 3 weeks? That's a long time. Well, every day I thought he would show up. And anyway, I can look after myself. Minden nap abban biztos, hogy egyszer csak felbukkam. Válaszd ki a bizonyítékot, ami ellent mond a beszélő... a gondoskodó szülők. What do you mean, sir? Nothing. I was digressing. What? Missing, eh? And what do the police say? The police? They don't believe me. They say he's just abandoned me. But that's a lie. Itt megint lehetett volna valamit használni. Very well. Your address, please, Tom. 12 Dorset Street. The first floor, door E. It's in Whitechapel, sir. Hát, hogy gyerekek, most nagy levegőket kell vegyek, mert ez a fiúszi, ez volt azt hiszem a pont az íre. Your case seems to be the very medicine I need. I'll meet you there shortly. Oh, thank you, sir. Wow! Na, a szenz az valami olyan elképesztően magas, hogy ezt most azonnal át kell állítani. Aha. Egér érzékenység 12. Hát még ez is, de ez legalább már nagyjából jó. Na várjál, tehát itt van a portré. Ó, oh, az igen, hasonlít Whitechapel. Hát ez igen, igen, ez olyasmi, mint az a másik volt, az a Crime and Punishment. De egyébként ez most ugyanolyan game lesz. Visszhangok. Gyerekek, nem tudom, hogy elmerjek-e indulni innen most. My analysis table. It's useful for my work. De ez a szoba ugyanolyan, mint a izébe, tehát ez várjatok. Ez most a Crime and Punishmentnek egy folytatása. My archive. I can always consult with it if needed. Ez az ő szobája, másik meg a Watson-i. Igen, még a izék is ugyanott vannak itt a parókás. Te jó Isten. Nézd meg ezt a balfaszt. Jaj, ne! Vedd le! Vedd le! Fúj! Itt akkor nincsenek lelokkolva ezek a dolgok? Mert ez jó lesz neki, oda nézzé. Ez az. Az okuláré. Azt a kurva életbe. Ne legyen már ilyen csicska szakálla, ez az nevetséges. Ez az összes. Így. Nem lesz. Így is elég balfaszul néz ki. Úgyhogy jó lesz. Szevasz baktérium, szevasz kekszter, csöcs. Jó, nagyszerű. Ó, és itt már ki lehet nézni. De király, nagyon jó gyerekek. Ja? És itt a kutya. Gyerekek, emlékeztek, hogy itt mit néztünk a szomszédba a Crimes and Punishment című játékba?
Na azt gyorsan kitalálja meg klipbe, mert ez ki van klippelve. Crimes and Punishment, ez a szent távcső és az a szent ablak. És a parizer. Ennyit segítek. We need to help Tom find his father, Holmes. Úristen, mit szarok. Na várja, mi a feladat? Nyomoztom apja George Hurst eltűnések ügyében, nézd át Hurst lakását a Dorset Street 12-ben. E-szoba. A map of London and its surroundings. Could be useful. De várjatok, hogyha elmegyünk itthonról, akkor azért átöltözünk. Valami csinibe. Ez az ünnepi öltözék? Lelkész ruha! Oda nézzé, bazd meg! Ez jó lesz. I'm ready. Ez az, and let's go. Ja, hogy itt így lebírunk jönni? Ó! Ugye a Crimes and Punishmentben nem lehetett. Tehát ez egy nyitottabb világ lett ez a game. Várj, megbaszott, kibírok menni az utcára is. Ne. Király, srácok, hát ez itt akkor szabadság van, banyeg. És hova induljak? Várj, hogy nekem kell a térkép is. Jó, ez a rész az ugyanaz. Tehát így most ez a loading. Biztosan parizerre. Oké, eljöttünk Whitechapelbe. These streets are too narrow for the cab. I'll have to walk. Gyerekek, ez is volt a Crimes and Punishmentbe. Ez az utca. Itt volt az eset. North Street. Itt történt az a baleset. És mi itt másztunk föl. Itt másztunk fel a tetőre. Lol. Na várjál, akkor most hova kell mennünk? A Dorset utca 12. Itt van ez az, bazd meg, Dorset. Dorset Street. Dorset utca 12. 13, akkor másik oldalt van. 15. Ja, hogy itt úgy mennek a... hogy nem páros páratlan, hanem itt egymás után mennek, értem. És az E-lakás. E-szoba, bocsánat, igen. Ez a kijárat, akkor az emeletre megyünk. Jó. Itt van. Hello. It's our home, Mr. Holmes. Összpontosíts a részletek felkutatására, amiket mások nem vettek észre. Valami a zsebben. Egy darab papír. Ott van valami, bassz meg. Oké. The old Tabard pub, North Street. A North Street-en van egy kocsma. Hát azt mindenképpen meglátogatjuk. Azt mondja, a legjobb, sörök legjobb választéka és mindenféle csodálatos alkohol Whitechapelben. Located on North. Tehát igen, ez a Dorset utca, itt vagyunk mi. Itt a North, tehát hogyha mi kimegyünk az utcán, akkor balra kell menni és az átellenes izé lesz az. Jó. The old Tabard pub, North Street. Második, itt nincs valami? Oké. Okay. Ezt tudjátok mi? Még mielőtt valaki azt hiszi, hogy ez azért van itt, mert itt most éppen csöpög a víz, ez hazugság. The roof leaks all the time. Father used to... George Hurst's work was varied. He was evidently a hard-working and valuable hand. Gyerekek, itt most mindent kinyomozunk. Azt remélem tudjátok. Végre megint egy ilyen game. Ez ki ez a pocok? She died when I was very young. Aha. My father told me what she was like.
But that's all I have. Jó, tehát a Mutti megmurdelt. My mother left me when I was very young too. Jó, van, oké. Ez mi? The Valley Corporation. William Jenkins. Lees. Aha. Tehát ez az izé, hogy ki van fizetve az albérlet magyarul. És ez nincs kifizetve. December 10 és január. Aha, tehát akkor kifizetett előre párat, viszont ez még nincs kifizetve. Jó, de előre kifizetett akkor lakhatást már. És akkor ami zöld, az kész van. Ez is akkor olyan, mint a Crimes and Punishmentbe. Várjál már, Mónika, kicsit itt nézzünk már körbe ezzel az éles látó szemmel. Hát, de van itt még valami. Szevasz, Judok! Tehát itt valószínű azt az egy nyomot kaphattuk, hogy a kocsmába kell majd elmennünk. Még van emelet is. Please, sir, find my father. Jó van, nyugodjál meg, kis köcsög. Tom probably reads at night. Mi ez a felkiáltó jel? Ez mit jelenthet ez a jel? Tom probably reads at night. The Strand magazine. Huh, so that's why you came to see me. Aha. Megjelent később. Aha. Tehát akkor a felkiáltó jeleseket, ezeket később tudom használni. A collection of worn out and second hand books. George Hurst was providing his son with the best education that he could. Hát most ugye nem kell fordítanom senkinek semmit, mert oda van írva bazdmeg magyarul, úgyhogy figyeljetek. Nem szaggat a stream. But I know that he pawned his coat for them. Skacok. Nem szaggat a stream, mert nekem az X-Split megint úgy akad, hogy összeszarom magam. De én nem értem az X-Split-tel, mi van? Nem mindegy. Jó, kösz. Akkor nem tudom, mi a fasz. X-Split-em nem viszi át a képet. Food's running low. It's already 3 weeks since George Hurst's disappearance. Gyerekek, 3 hete. I can see the preparations. Paraszt leves. Soup, a clever concoction for somebody with apparently no culinary skills. Fúj! És ezt a gyerek csinálta? A paraszt leves, bazzeg. Na, felrakod, de most fölmegyünk. Massa, Móni, massa. Hát itt nincs túl világos. Too dark. I can't see anything. It's too dark. I can't see anything. Jó. It's too dark. Akkor most megfogjuk ezt a kis csodálatos lámpást. Ezt. Ez az. És fölmegyünk. Gyerünk. T. Ja, hogy még mindig... Azt nem tudom, még mi mutatja meg mindig. Ötletes leves. Ez az. Oda nézz! Just some old things. A leather satchel, what's in it? Mi van benne? Yes. Na. Hello George, tudom, hogy nehéz manapság munkát találni, és etetned, öltöztetned kell a fiadat. Csatoltam a levélhez egy szórólapot, hallottam, hogy van egy fickó, akinek különleges munkaajánlata van. Talán segíteni fog. Oké. Hát ugye ez az, hogy az apja mindent meg akart adni a gyerekének, és valószínű valami illegális munkát bevállalt a papper. Azért, hogy a gyereknek mindene meglegyen, hogy a tanítatja lehet látni, meg figyel rá, hogy ma jó élete legyen. Ja. Most nem tudom, itt ezzel még valamit mindig kell csinálni, gyerekek, az a baj. The old Tabard pub, North Street. Glue. Probably taken from a wall. Aha. Ja, hogy így? Old clothes, soiled and worn. Azért, mert az a lényeg, hogy... Tudj meg többet... A különleges munkáról, a régi Tabard kocsmában. Jó. Na, tehát akkor most ezt teljesítettük. The old Tabard pub? Did you hear anything about it from your father? Szavaz, Babylon! My father's a regular.
But he's not a drinker, sir. It's close by on North Street. On North Street. Sherlock is sorted. It's done. Szerintem itt mindent megcsináltunk, skacok. Remélem mindenki egyetért. De itt már nincs más, úgyhogy mehetünk. Let's go. Ide menjünk be ide is. Csá, gyerek! Ne felejtsd el megfejni a nyulakat. Jöttetek kocsba balra, és balra jobbra. Ez ki a pecs. Good day, Mr. Holmes. Well, if it isn't young Wiggins. It's a Wiggins. I see you found yourself a job. If you can call it that, I hate it. But if you've got any proper work for me. I just might be in need of your assistance later. Wait here. Ez az. Jó, csak itt a kocsma. Hát ezzel mi történt? Hát de Mónika még deal sincs. I need to Eowyn to find out who is offering this special job. Oké, tehát ki kell derítenünk, hogy ki itt ez a... Már mindjárt leülünk, de előtte körbenézünk. Ja, hogy itt ennyi helyre le tudok ülni. The longer the picket line, the shorter the strike! Jesus fuck. The child labor law sent your kids to school instead of the coal mine. Tök jó, hogy itt így azért lehet így mozogni kint az utcákon is meg minden. Na várjatok, ki lehet a... Ide beállok. Itt jó olyan vagyunk. Itt sok az ember. Hallgassuk meg ezeket. Bár ez biztos, hogy nem. Mit? Megbaszod! Wow! What? Mi egér meg billentyű? Az meg! I'm glad I'm my own boss. I can complain only to myself. Or to Watson. Okay. There's no one to eavesdrop on from here. Innen senkit sem lát. Mennyi Szent Jánosból. Jaj, le kell ülnöm ide is egy kicsit. Az a rossz arcú. Az a rossz arcú, gyerekek. Who's offering the special jobs? He never drinks alcohol. Mm-hmm. So, the man I'm looking for has whiskers and never drinks alcohol. Otva. Szavasz, Móni, ez a pohár víz, ugye? Bosses beware, when we're screwed, we multiply. Na, profilozzuk csak meg az anyja picsáját. Szakál, bajusz. Igen. Ez egy pohár víz. Igen. Megfigyelés teljesítve. Hát ezt innen is láttuk. Megvan. Ő az. Tartsd lenyomva, hogy átugord az időt. Harminc perccel később. Igen. Aha. Köszi. Interesting. Missing person. I should find out more.
azt mondja, hogy október elején Mr. John Snowbridge eltűnt a Dorset Streetről különös körülmények között. Ja, várj, itt van magyarul is. Ja, jobb tényleg. Ha bármilyen információval rendelkezik az ügyel kapcsolatban, kérem, hogy a kapcsolatban. Snowbridge a Dorset Street 5-ben. Előre is köszönöm az infót, vagy a segítség. Na, oké. Ez mi? Ja, ez a beteg tájékoztató. Beteg tájékoztató. Gyertya. Itt bérleti díj. Nagyszerű. Minden megvan. Igen, nyomoztom apja. Jó, oké. Szuper. Hát akkor most elméletileg jönni fogunk vissza ide. Kifelé. De most mindent felszettünk? Itt várja már. Ugye itt most mesterdetektívkedés van, bazd meg, itt most mindent meg kell nézni. Ez nem tudom, valószínű a skill check-ek nehézsége? Vagy ilyen időtartami dolgok lehetnek, amitől nehezebb maga megy? Na, Vigins. Gyerünk, haver. All right, Mr. Holmes. Garatra. Most én vagyok a több szível. Don't lose him. Jó van, bassz meg. Erre jött. Ő az, ugye? Ó! Fedezék! Ez az? Jaj, bassz meg! Geci! Okay. Dirt and beggars everywhere. Ja, és az az egy, az vissza sem megy már! Aha! Ja, hogy ilyenkor úgyis észrevesz, hogyha, ja, értem. Pumpkin, cabbage, cheek. Erre, most meg kell várnunk. Ez az. Nem nézek ki, mert akkor észre. Ja, ez a, úgy látszik, hogy a skill checkeknek a... Így a gyorsasága meg minden számít ezen a mesterdetektív fokozaton. They won't let me pass. I'll need to find another way. Ja. Oké, akkor tipli. Levágjuk az utat. 18, 17, 16. Itt van. Ok. All good. Ok. Hova fogok menni innen? Itt maradunk egyelőre. Merre megy, jobbra? Jobbra megy. Oda kéne bevennünk a sarokra megint. Take a brush and get in there. Bejövök ide. Ó, megbaszod. I'll be able to continue the chase if I climb up the chimney, but it's dangerous. What are you waiting for? Gyerünk. Please, you don't have to beat him. I'll do it. I'll clean the chimney. Na. Go on then. Mász már be. Oh-oh. Basz meg, mi vagyok, kéményseprő lett a gyerekből? Mászál, geci! Hát de megmurdel! Szaladjál, tesókám! Na, az elég lesz, mert...
Mennyi? De mi az összeset ki kell kolom? Na! Still here, that's a relief. Oh, geci. Figyeld a kis AC gyerek, bazd meg! Ez mi? Ó! Oh. Leesel, megbaszlak! Leesel, megbaszlak! Szólok előre. Micsoda? Micsoda! Azt a kurva! Keci! Jézusom! Hát ez úgy... És most? Hova le? Tipli. Erre. Na jó! Hülye vagy, ez kibaszottul izgalmas így. Ezen a fokozaton nagyon nehéz. What shall we do with a drunken sailor? Full ilyen izé. Ilyen nagyon durvák ezek a skill-csökkek. Baszki. De már perünk már a helyet, esetleg, amúgy. Köszi, bazsikám! Hoi, what are you doing in my garden? Kusri. Erre itt átmászok. Azaz. Hopp. Nagyon jók vagyunk. Ez már szinte túlzás, gyerekek. Azaz. Itt van ez a kis majom. Jó. Nem megyünk ki, felejtsd el. Azaz. Most. Jó. Fedezik. Ez az. Látjunk. Fedezik. Gyerünk, pocok. Dö. Oda néz, egy másodperc alatt majdnem fölment egy csíkot. Jó. Jobbra megy. Videó van. Ha? És vágott, hogy a skill check pont fordítva volt? Tehát az egérrel való irányítás volt a bal oldalon, vagy nem? Vagy hogy volt? Nem tudom, de fú, nagyon para volt az meg. Néma, néma, mert a mostoha apja veri. Hey Jim, can you lend me your kit? I'm on a secret mission for Mr. Holmes. Mhm. A szaros cipődet. Ezt is nekem kell megcsinálni. Várjál. Mit csináljak? Először el kell távolítanom a koszt. Igen, ezzel? Ez az? Sikád, bassz meg, sikád! Ez az? Akkor most megkeféljük. Ez az? Ez az? Csak szépen, mint hogyha tudnánk, mit csináljuk. Ez az? Akkor most... Jó, van már! Kefe, kis kefe, várjál! Pillanat! Pillanat, uram! Egy másodperc és kész vagyok! Jogi! Gyorsan, a fehér kendőt! Bazd meg, dupla izé! Ez a te hibád!
főment duplán. Én... nem? Egy csíkunk maradt. Egy csík. Mert kettőt lebuktunk itt, mert szarul csináltuk a cipőpucolást, bazd meg. Ezt nem hiszem el. Ott a Móni. Elmegyek pár percre és már kefél. Igen. De várjál, most beszélget és itt van két pitbull. Én nem megyek közelebb. Várjál csak, itt nem lehet, hogy nekem erre el kell jönni. Alas, a weather's good. Last week was freezing. De gyanítom sajnos. Aha. Ez az. Aha. Oké, okay. Bejött a hintóba. I can't lose him now. Kattintás a futáshoz. I've lost him. Yes, we have lost him. What? I can't lose him now. Most már megvan. Oks! Hú, gyerekek, ez durva volt. Tetszett. Aha. Ó. Interesting. What's going on in the yard? What's going on in the yard? Italik. Hop. Oda nézzi. Do only two people live here? I wish one was me. Bags of food. I like this house. Krumpli gyárosok, gyerekek. Ez megvan, bazd meg. Most szépen csöndben eljövünk. Ez az. Benézzünk itt is. Aha. Wow, a lot of expensive stuff. Jó. Ez-e valami vadászmester? Oh, coat of arms. Címe. It might help Mr. Holmes. I'll make a drawing. Oh, okay. Nagyon jó. Time to report to Mr. Holmes. Let's get outside before I get caught. Igen. Menjünk. Menjünk már be, boss. It's too dangerous to enter. Nem, nem veszélyes. Menjünk már be. Ki kell útolni itt mindent. I can't see what's inside. Ezt a kis pöcsködben gyereket, bazd meg! Itt le fogunk bukni. Ott is van valami. Azt nem bírom megnézni. Én meg akarom nézni ezt az ablakot. Time to report to Mr. Holmes. Let's get outside before... I can't see what's inside. It's too dangerous to enter. Kóra megyek be! Locked. Ez zárva. Akkor távozunk, ahonnan jöttünk. Várjál, óvatosan, mert bazd meg, észrevesznek. Tipli? Good. Nagyon jó. Fú. Hát ez vad volt. Tetszik ez a game. Wigan's tale was quite unusual. What do you make of what I found? Címet. Lol. Vizsgáld meg a Wiggins által hozott tárgyat. Watson, ezt rád bízom, mit szólsz? Holmes, we need to help poor Tom. Wiggins did a good job. Jó, tehát ez itt most valószínű, hogy elemeznünk kell a könyvespolcon. Ezeket a fantasztikus zéket. Úristen. Címer. Címer, ez tuti könyvben lesz valamelyik enciklopédiába. Történelem.
Hát ez nem. Micsoda? Enciklopédiák, újságok. Hát az újságban biztos nem találunk semmit. Kutatás, ja, hogy várja, itt vannak ezek. Á, ez az, itt ez az. Szimbólumok. Talán. Burgonya szállítók. A Mars család címere. Ez az. Virág, két. Fa, zé. Nevezzük oroszlánnak. Jó, a stimmel. Alul a madár, három kereszt, és itt is egy-egy madár. A család jelenlegi képviselője Lord Edward Marsh, jól ismert emberbarát. Ellátja Whitechapel szegényeit étellel, meleg ruhákkal és egyebekkel. Lord Marsh emellett a speciális oktatási program társalapítójaként is ismert, amely lehetővé teszi a szegények számára a tanulás lehetőségét. Lord Marsh Londonban a Mainsbury Road 3-ban lakik. Here it is. Ja, akkor most már hivatalosan is megvan. A lord who hangs around in a public house. Let's pay a visit to Lord Marsh. Menjünk bele. We'll pretend that we're interested in his charitable activities. Mr. Holmes, you have a visitor. Oh, just ask him to wait. Itt van az öreg. I'm afraid that won't be possible. This young lady refuses to wait for anything. What? Father! Caitlin! Miss Caitlin's boarding school was flooded. Everyone was sent home. As if it could smell any mustier. My word, how is it possible that you have grown up so fast? You'll be staying. Wherever will we put you? Holmes, I'll give her my room, of course. No. What do you have to say, Kate? You're on a new case. A respectable lady who's being blackmailed? Or is it a love story between a prince and a suffragist? However did you guess? You will tell me, won't you, father? Jézusom. But you'll make Watson jealous. All right then. Have fun. I'll go and unpack. Will you help me, Mrs. Hudson? Bár amilyen a Sherlock, ő nem ezt válaszolta volna, mert nem tud poénkodni. Na mindegy. Látogass meg Lord Marshot, jó, akkor ezt megnézzük a térképen. Akkor nem nézzük meg a térképen. Mert ez már itt van. Aha. Oksa. Na gyerekek, mivel... It's wonderful to have Kate home. Mivel most egy nemesi emberhez megyünk, ezért levesszük a szaros kabátunkat, amit közben lefostak a galambok. És... átöltözünk egy... egy ilyenbe. Ez az. És, hát természetesen így sem mehetünk, főhúzzuk a, az okulárét. Rakunk nemesi bajuszt. Ez az. És veszünk föl egy kalapot. Ez. Ó, bazd meg. Jézus atya úristen. Nem, ez zsidós. Na, nem, te... Ajaj. A top hat, gyerekek. Ez az. Oda nézzék. Jampi. Én készen állok. Az útra. A practical motherhood and parent craft. Megjöttünk. Holmes, about Caitlin. Yes? Ezt a ruhát bazzik. She has grown up, hasn't she? Don't you think it's time to tell her? To tell her what, Watson? Well, about her father. Never. Absolutely never. Do you hear me? Holmes, you were responsible for the death of her father. You owe her the truth. She is old enough now. I would lose her. Can't you see that she must never know, Watson? Is that clear? Ja, ezt nem tudtam, hogy ez a... It won't and can't happen. Az is biztos valami rész volt, vagy valami. Guten Tag! De nézzi, hogy nézek ki, bazzi. Come in, please. Let's go.
Good day, gentlemen. Welcome to my home. How may I help you? Good day to you, Lord Marsh. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Aha. Na, polírozzuk meg az embert. Hú, a szemecskéje nagyon be van vérezve, gyerekek, ez nem jó hír. Vörös szemek. Hát szerintem rosszul lét. Talán. Ja, ez egy orvos. Aha, az akkor tudja, hogy, hogy rosszul lét. Hímzett motivum vadászklub tag, igen. Mi van itt még? Nincs a fején semmi, bazeg. Jó, igen. Jegyzet fizet. Személyi asszisztens, igen, mert időpontok vannak, meetingek, jó. Jó. Cipőn. Tovább, 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 gyorsan, gyorsan, gyorsan. Ez gyógyszer. Fájdalomcsillapító, igen, nagyszerű. Kröm. Hopp. Beteg. Beteg. Aranygyűrű, gazdag ember. Karakterportré teljesítve. Szerintem ezt egész jó betúrtuk. Na, szóval a gazdag ember magas társadalmi pozíciót tölt be, amit drága ruhái és értékes aranygyűrűje bizonyít, a szegények megsegítésére szentelt az életét. Takaróban van betakaró, annak ellenére, hogy elég meleg van a szobában, valószínűleg beteg. Inkább, mint hogy rejteget valamit, mivel itt egy orvos, meg valami gyógycula, tehát inkább ez. Ő pedig Ruben Fischer, 25 éves fiatalember, orvos. Korához képest igen magabiztos, jól képzett, jómodorú, vadászklub tagja. Ruhája azt mutatják, hogy nincsenek anyagi problémái. Ruben Fischer nem csak orvos, hanem Lord Marsh személyi asszisztense is. Jó napot! I hope we're not disturbing you. You are with your physician? Yes, this is Dr. Ruben Fischer. But no, please, I'm intrigued by your visit, Mr. Holmes. I'm glad to hear it. The last thing I'd wish is to upset the patient. Lord Marsh, can I just say that I admire all of your efforts in assisting the poor of London? Yes. It is a war that we must fight on our streets and now too from my home. You must surely have noticed those bags full of items, clothing and books for the unfortunate. That is inspirational. At my own humble level, I too try my best to support those in need. Mi vagy a rejteket valamit ott mégiscsak lesz meg? I thought perhaps that I could be of some assistance. I don't see why not. I already have the valuable assistance of Dr. Fischer, who happens to be my personal physician. Forgive me, Lord Marsh, you're looking very pale. Might I offer Dr. Watson's assistance? That is kind of you. But I feel confident that I can provide Lord Marsh with the care that he requires. How long have you been like this, my lord? I'm fine, Dr. Watson. Don't fuss. It's only influenza. I'll be better in a few days. I can feel it already. Uha. Csak influenza. A fájdalomcsillapítót? In that case, why are you taking such powerful painkillers? Excuse me, what do you mean? Mr. Holmes is referring to the pills on your table. I'm sorry, but that's a medical confidentiality. Anyádat! Okay, de ezt most belőttük. Szavasz, Karesz úr, hello, hello. It's curious. Your face seems familiar to me, Doctor. Oddly, I'm associating it with Whitechapel? Well done. You are right. I do occasionally frequent a few hostelries over there, would you believe it? Not that I am a drinker. But there, dressed as a working man, I can approach the other fellows to see if they might be interested in a special job. A special job? May I ask what you're referring to? Certainly. Since Lord Marsh began his special education program in 1889, he foresaw that such people would need an occupation of some kind. Mm-hmm. And so, with or without education, we propose these opportunities to work with Lord Marsh. It offers the less fortunate a chance to help make London a better place. That's remarkable. Yes, indeed. In order to truly see, one requires vision, yes, but also insight. And Lord Marsh has believed this since he was a child. Oh, Dr. Fischer makes it all sound so romantic. Let's close this topic.
Ókar, ezt minden rendben, aranyapa, éppen verjük neki a Sherlock Holmes című gémet. Na gyerekek, akkor most egy kicsit felfedezzük itt a területet. Aha, tehát ez a kórháznak. Lord Marsh even helps hospitals. Kórháznak csomag. Ez nekem nagyon gyanús, ez... aha, ez is. With the paupers of Whitechapel. Ezek mind ilyen adománycsomagok itt. Lord Marsh, hunting with his friends. Ah, my dear comrades, Lord Collins and Lord Harrington. If it wasn't for this godforsaken English malady, I'd be with those rapscallions right now. És ez öregek kell mi van. All in due time, my lord. Nincs öreg, csak furcsán. Ezt nem bírom elolvasni. A kurva élet. Last year, three orphans were put through medical college. Thanks to Lord Marsh and the special education program, a great many poor people will have a second chance. Jó, tehát akkor ez a Lord Marsh, ez úgy néz ki, hogy az ilyen szegény gyerekeknek ad ilyen lehetőséget a tanulásra. Last... hát itt valami nagy disznóság lesz, gyerekek. Az 1000%. Jaj, papír. Pecsét? Na, az mi a fasz? Kedves Lord Marsh, itt a lista az októberi speciális oktatási program kiválasztott résztvevőiről. Úgy tűnik nagyon ígéretes esemény lesz, már alig várom. Patrick Tanner, Thomas Kelly, Strobridge, Thatcher. Ez a Strobridge az, nem? John Strobridge. I've seen this name before. It was on a missing persons poster. Úgy van. Ott láttuk. Nem tudtam, hogy hol, de azt tudtam, hogy láttam. Can't quite work it out. Do you have any ideas to the number of people who might owe you their lives? Oh, don't embarrass me, Mr. Holmes. But indeed, these people have become like a family to me. That would be a fairly large family, I imagine. Yes, the list would be longer than any of your short stories. As for how large, well, Fisher is the one who keeps record. Might you take a glance at the list? I regret that is impossible. It is confidential. I stand firm upon that point, Mr. Holmes. I quite understand. We'll most certainly send a donation towards your educational program. I shall take my leave then. I thank you both and I wish you all the very best, gentlemen. Likewise, Mr. Holmes. Ne! Ez is ugyanolyan! Ebbe ugyanaz van, király! Jaj, de jó! Ennek nagyon örülök. Ok, várjál. Még nem vontad le a következtetéseket, de nem is akarom még levonni. Körbe akarok nézni, ezek is oktondi gecivel még nem beszéltem. Lord Marsh believes that he can help all these poor people. Ah, meg itt kell maradnunk, és most, hogyha levonjuk a következtetéseket, akkor majd utána. I've never seen so many provisions for the... I'm intrigued by the special education. Na hát, van itt még valami. It appears that Lord Marsh spent a great deal of his money on kaját is. Bags full of food. Kajazsák. Aid for the poor of Workhouse. Aid. Igen. Ez mi? Humanitarian. Ez a zárvaház. It's extremely honorable to devote one's whole life to assisting the poor. Beszarsz. Locked. Zárva van. It's closed. Jó, akkor úgy tűnik, hogy nem mehetünk el most másfele. Akkor itt most itt meg kell csinálnunk ezt a deductionos részt. Na, tehát. Azt mondja, speciális oktatási program, miközben az embereknek különleges munkát adott, Lord Marsh megkérte őket arra is, hogy vegyenek részt a speciális oktatási programban. Lord Marsh és társai híres Quatermain vadász klub tagjai. Hurst különleges munkája. Tehát ez... Ez az. Néhány tény másképp értelmezhető. Bármikor megváltoztathatod. Mondjuk nekem ez így furcsa lesz magyarul. Én az ilyeneket, azokat angolul szeretem. George Hurst által említett különleges munka nem kapcsolódik. Ez összefügg. Akkor space nyomok. Tehát a Hurst és eltűnt. Ez nem jó rá.
Aha, tehát ez így jelzi, hogyha valami nem fasza. Érthető. Oké. Okay. Na, de hogy megyek? De... What the fuck? Ez kell? Vagy hogy megyek? Ja, ez kell. Akkor ez a klub... Ez se jó. Oké, és kacok, hát ez így szopacs, mert mindent megpróbáltuk mindennel. Tehát itt nincs több cucc most, amit össze tudnánk szedni. I'm gratified by your interest in my charity. You're the first who has offered to help. Itt valamit most nem találtunk meg, szerintetek? Bár itt most azt mondta, hogy elbúcsúzunk, és még nem zöldek, tehát... De lehet mondjuk utazni? Lehet orgyilkosokat képez neked, tudja a fasz. Nem tudom, de érdekes, mert itt most más nem tudunk csinálni, ezt tuti. Tehát itt ugye ez az egy van, hogy van kapcsolat, vagy nincs kapcsolat, de nincs más ilyen pont, amivel már lenne ilyen nagyobb deduction, mert az összes nyom, ami van, ezek közül egyik se kompatibilis semmivel. Hát ugye ez egyértelmű. Úgyhogy még kéne találnunk még nyomot. Amit lehet, hogy úgy fogunk, hogy haza kell menni, és lehet, hogy megint nyomozni kell. Ó, várjál csak, mi ez a sok cucc. Igen. Igen. Ugye ez már gyanús, igen. Igen. Igen, ennyi van egyelőre, nincs más. Hát most akkor visszajövünk. De egyelőre más deduction-t nem tudok levonni. Ez tuti. Tehát valamit valószínűleg nem találtunk meg. Biztos. De most megnézzük azt, hogy visszajövök ide haza, és hát erre a vadászklubról vagy valamiről találunk valami cikket, amiből tudunk menni tovább esetleg. Mert itt ez most Zsák utca. Menj, nem pocok. We need to help. My archive. I can always consult with it if needed. Kutya. Brave Toby. Best nose in the British Empire. Hál' Istennek most nem lehet belenézni ebbe. My analysis table. It's useful for my work. My archive. Nem tudunk. Skracok. My archive. Nem tudunk. I can always consult with it if needed. Hajjaj! És most? Lehet, hogy disturb Lord Marsh without a reason. Aha, tehát ide majd akkor kell vissza... Ja, értem. Akkor szabad visszajönnünk, hogyha már megvan a deduction. Viszont a többi helyre jöhetek, úgyhogy valami itt még tuti, hogy van. Ez az. Na, hát itt hopp. Bazd meg. Mr. Holmes, do you have any news about my father? Tom, not ez so nem fast. Volt itt. I wanted to ask you if you remember your father mentioning anything about a special education program. An education program? Assignment. No, he only talked about a special job. Special job. What's this box, Tom? Oh yeah. I just found it, Mr. Holmes. It was ever so well hidden. I've no idea why. Well done, my boy. It could prove very helpful. Jó. Vizsgáld meg a dobozt. Kulcs. Azt elrakjuk. Ez a segpucoló. Így szépen két ujjal kell föllemozgatni, és mindent kipucol. A ramrod to clean a rifle. Arra is jó lehet. Akkor itt egy címer. Wolfjack. Wolfjack. Looks like a military badge. Aha, ez a vadásztársaságnak a bizéje valószínű egyébként. This oil can also be used on weapons. Tom, tehát fegyverpucoló. A rifle? No. If he had, he would have shown it to me. I'm sure that he wouldn't have shown it you.
I need to find this rifle. Oké, tehát van puska itt. És tudom is, hogy hol. Itt egy vödör. Van benne folyadék, valószínű pisi. Bár ez még vödör. Sűrű folyadék. Olaj. Igen. Cuccos zsepi. Igen. This scrap of cloth was used to oil. Lőfegyver olajozás. Jó. Tom, does your father have any other property? Lehet, hogy van még egy épület, ahol lakik az ember, valami titkos. He'll take a sniff of the oil and we'll find that rifle. Oh, megint a kutyát kell lehozni, beszarsz! Az kurva jó lesz! Hozzuk a Tobit, gyerekek! Az az előző részben is adta. Let's go, Mónika! Na gyerekek, hogy tetszik a game? Gondolom, hogy ezt már nagyon sokan végigjátszottátok, vagy nagyon sokan már láttátok. Én ezt a gémet... Én nem gondoltam volna, hogy ez ilyen lesz, mint a Crimes and Punishments. Tehát ez egy az egyben az az épület, ugye meg minden, úgyhogy... Ez egy az... De nem gondoltam volna, hogy ez annak így gyakorlatilag a folytatásra lesz egy kicsit ilyen... Come on, Toby. It's time for you ilyen to jobb work. Kiadásba. Na, Toby. Indulás. Watson? I prefer to visit Lord Marsh. I'm worried about the condition of his health. Oké, akkor mi megyünk. Mi az, hogy érdekes, Bazi? Mi az, hogy érdekes? Mármint, hogy érdekes-érdekes, vagy hogy trollkodva érdekes, vagy hogy kurvára unod, de azt írod, hogy érdekes. Melyik? Jól gondold meg a választ. Oda nézz! Oda nézz, rárabol a kutyát. Search, Toby. Search. Ez az, és vele kell mennünk! Oda nézzé! Gyerünk, Toby! Open the... A zöld cula után kell mennünk. Ezek a gémek kurva jók. Én is nagyon imádom. Bár ehhez azért kell egy ilyen lelkiállapot, legalábbis nekem, hogy ilyenre játszak. Ez, hogyha nem lenne kedvem hozzá, akkor ezt eltrollkodnám, és elszidnám a picsába a gémet, és nem játszanék vele. De így, amikor ilyen tudatállapotban vagyok, akkor az... Akkor legjobb. Várj, szétmegy. Szimat, menjünk balra. Balra megyek. Obot. Oda nézz. Itt van a pajta. Érdekes, érdekes. Lehet spekulálni, hogy mi is van. Vannak hasonló gémek, ezek nem annyira érdekes. Aha, jó van, Bazi, örülök. Tobi, ezt elbasztad. Tehát, Tobi, szerintem te el leszek üdve otthonról, én úgy látom. Várj, nézzük már azért körbe, itt hátra van valami secret loot, bazd meg. Én arra lennék, azt nem tudja valaki, hogy most mi a különbség ez között, az a mesterdetektív meg a másik fokozat között? Tuti, hogy a skill check-ek időtartama. Tobi, itt mi az Isten találtál, te állat? Mert itt erre jön. Mi van itt? Tobi, te be vagy baszva. Tobi. Tobi. Semmi, ez itt körbe jött, baszod. Ki valaki ide szart, azt érzi. Nem nagyon tetszik, nem akarok kikapni. De miért kaptál ki? Ez a game kurva jó. Azért kérdezem, hogy tetszik-e nektek is. Pince. Örülök, hogy tetszik. Gyerekek, szóljatok a szaggat, bazd meg, mert én nálam az X-Split az konkrétan képkockákat látok. És ilyenkor nagyon nem vagyok nyugodt. Ide volt jó a kulcs. Na,
lementünk, és egyből bánya alagút van. Ez nagyon érdekes. Ez rendkívül érdekes. Loot láda, ja nem? Hopp! Nothing that could interest me. Semmi, hát ott egy csomó cső. Ez nem érdekel, jó. People use this cellar for storage. Hát nevezhetjük pincének. Out of rubbish. Szemét, jó, nagyszerű. Szerintem amúgy akkor mégse hagytunk ki semmit. Just some old things. Igen! Várj, itt is luk. És benézünk. Beszarsz. It's not here. It's not fucking here. Benézünk. Ordinary storage. Tudja, az utcsó lesz. Old things. Old things. Az lesz ott. Úgyhogy ja nem, ez lesz, mert más az ajtó. Tom's photograph. Let's try to get inside. Jó, tehát így dolgozott a Tom apja. Éjszakánként. Használd a megfelelő tolvaj kulcsokat, hogy felnyomd a seggébe, vagy felnyomd a záró lemezeket, és szabad utat biztosíts. Beszúr, kiválaszt. There's no space for this lockpick. Várjál, ezt most egy kurvára nem értem. There's no space for this lock. There's no space for this lock. There's no space for this lockpick. Kiválaszt. There's no space. There's no space for this lockpick. Igen. Megerősít. Én nem értem, mi történik. Hát ez kinyit. Nagyszerű. Kinyitottuk, figyeljetek, semmi gond. Majd megértjük, hogy mi ennek a lényege, mert beraktuk a jót a jó helyre, általában azt mondják, hogy ez szokott működni. Nem, mint a tudnám. A map of Epping Forest. Epping Forest. Mi a pecs? Itt volt a weapon. Várjál. A soft point golyó. Savage soft point golyó. Üres. This case must have been full of cartridges. De ott van még kettő benne. Kedves George, megértelek, ez nagyon szomorú. Akárcsak te, én sem találok munkát, még a legrosszabbak közül sem. A gyerekeimnek nincs mit enniük. Bárhol próbálkozok, a főnökök mind azt mondják, hogy nem akarnak sérülteket alkalmazni. A katonai szolgálatunk semmit sem jelent. Tipik. Az országunk kihasznált minket a háborúban, és most magunkra hagyott minket. Jó. Oké, tehát itt valami olyan lehet, hogy valamilyen secret mission-t elvállalt, ami valami lövészethez kapcsolódik, hogy a katona volt, de hogy ez a barátja is lesérült, és hogy nem alkalmazzák sehol. Rendelet! Ó! Ezen érem rendel tünteti ki. Jó, tehát mi is lesérültünk. Mármint a... aki eltűnt a faszi. F. There was a rifle here. George Hurst took it with him. Ott volt a puska. Derítsd ki, hol rejthetett el Hurst egy puskát. Vizsgáld meg Hurst pincéjét. Igen. Itt van valami. Na nézzük. Lássuk. Oh. Let's compare this list with the evidence that we found earlier. Aha. This is the list of selected participants for October's special education program. Igen. According to this poster, John Strobridge is missing. Igen. Let's compare them with people from Hearst documents. Oj, de király, gyerekek!
Ez az, bassz meg. Hoppá, Thomas Kelly, október. William Thatcher, október 24X. Ő is. S csoport. Lehet, hogy ezt a John-t kéne megtaláljuk? John Strawbridge-et? Ő is itt van pedig. This man appears in both documents. Ja, hogy ez így most megvan. Oké, akkor most megkeressük ezt a Thomas Kellyt. Thomas Kelly, ő is itt van. William Thatcher is. Ez a Staple is itt van. És a Patrick Tanner is itt van. All the people in Marsh's document are marked and dated in George Hurst's files. Tehát meg is jelölték, meg be is dátumozták ezeket az embereket. Húha, gyerekek. És itt kezdem elveszteni a fonalat, hogy mi a pöcs van. Most ezek itt kik? Thomas Kelly. Jó, tehát a megnevezettek, az az S csoport, és azokhoz van dátum rendelve. Az az, aki benne volt ebbe a izébe, kiválasztottak között. A többi, az pedig a többi csoport, és nincsen hozzá rendelve még semmi. Nagyszerű. Drága Tom, ha ezt a levelet olvasod, az azt jelenti, hogy már nem élek. Sajnálom, hogy így kellett végződnie, de nem volt más választásom, ezt tudnod kell. Nagyon okos fiú vagy, nagyon büszke vagyok rád. Remélem, egy nap megérted és megbocsátasz nekem, na bazd meg. Ne esd kétségbe, próbálj boldog lenni, egy nap férfi leszel hamarabb, mint gondolnád. Nem leszel egyedül, anyád és én majd vigyázz. Búcsúlevél. Mi a fasz? Bazd meg. És itt a Special Education. Nem lehet, hogy ez ilyen katonai izé volt mégiscsak? Itt titkos, valamilyen titkos katonai izének képezték a Mónikákat? Lord Marsh és barátai, Lord Harrington és Collins, tehát akik a vadászok voltak, létrehoztak egy speciális oktatási programot. A cél a szegények megsegítése, ez volt a fedősztori, ez a szegények megsegítése, hogy jobb életet és biztosabb jövőt biztosítsanak számukra. Ez a háromúri ember biztosan segít emelni küszködő társadalmunk színvonalát. Jó, a marketing az megvolt. Nagyszerű. Mi lehetett itt Gyöngyösön? Na most megint edukálnunk kell. Úgyhogy mehetünk is. Hú, bazd meg! Na gyerekek! Oké. Mielőtt eltűnt, George Hurst magával vitte a puskáját. Búcsúlevél? Nem. Akkor sebbel? Nem. Akkor különleges munkával? Ez az! Tehát valami buttonyos munka. Erőszakos cselekményhez kapcsolódik, ha magával vitte a puskáját. Tehát ez egy tény, itt nincs változtatási lehetőség. Oké? Akkor a búcsú levél az eltűnéshez. Nem. Akkor ez is a különleges munka. Jó. Aha, itt lehet választani. George tudta, hogy esélye sincs visszatérni, ezért búcsúlevelet írt. Aha, hát ez érdekes. Én itt ezt adnám meg. Tehát még bízott benne, hogy visszatérhet. Mi ez a seb? Megsérült a hadseregnél, igen. És ezért... Ja, ez nem az. Várj, ez az újságcikk mi? Igen, és ez a klub. Nem. Oké, akkor így. Azt mondja, George Hurst érdeklődött a speciális program iránt, de semmi több. Információkat gyűjtött a koldusokról.
szerintem biztos, hogy izé. Így. Mi van akkor, ha ezt áthúzom? Ez valamit ad nekünk? Ellentmondó következtetés. Jó, így, jó. Jó lesz. Ez nem megy ezzel? Oké. Egyszerűen, hát itt valamit pedig még kéne tudnunk. Seb. Koldus lista? Az meg itt nem lesz több már. Azért végigpróbáljuk, hát ha valami őrlet itt még kialakul ebből. Mondjuk a koldusok lista az eltűnéssel az működik. Az S csoport valamennyi résztvevője eltűnt a programból. Ez pontosan így van. Na ebből már kialakult valami. Mr. Hurst tudta. Tudta, bassz meg. És ugye, hogyha itt kiválasztom azt, hogy csak érdeklődött, és hogy nincs kapcsolat, akkor abból kialakul, hogy csak a speciális oktatási program érdekelte, az eltűnésének semmi köze a programhoz. Ez egy hazugság. Tehát biztos, hogy van kapcsolat és információ. Így. Ő tudta, ő szerintem tudta. Gyanítom. Még többet kell tudnunk, ez még nem elég. Lopózz be Mars házába. Aha. Oké, tehát többet meg kell tudnunk erről most még. Azért mondom, hogy ez még kevés. Seb. Jó, tehát itt egyéb már nincs. És valószínű, hogy itt ez valami olyan volt, hogy ez a Hurst, meg az egyéb olyan katonák, akik ilyen háborús veteránok voltak, ezek lehet, hogy csináltak valamilyen kis különleges rendet, ami ilyen nyomozásokat csináltak, vagy a pöcsöm se tudja. Nem tudom még, ezt most még elég nehéz összerakni. De látjátok, itt is ilyen full katonai izék vannak, képek. Tehát, hogy ez olyan, mint a valamilyen ügynök lett volna itt régen, na. Itt mi van? Just rubbish. Nothing here. Szerintem, srácok, így nem mehetünk. It's kinda done. De megnéztünk, nagyszerű. Jó, tehát most be kell lopóznunk a Fantastico házába. Grave Toby, best nose in the British Empire. Jó, csudi szép, csudi jó. Itt nincs valami esetleg, amit a kutya nem vett észre. Jézusom, haver. De figyeljetek, most hol a faszomba vagyunk amúgy? Na oké, hogy így ez a bejárat, de ez melyik részem van? Ja. Nincs, olyan kár, hogy ilyen helyeken nincsenek elrejtve ilyen titkos, mit tudom, hogy levelek, vagy valami akármi. És visszajövök a gyerekhez, és még azért őtől is kérdezgetünk most, hogy most mi van. Mi ja, az a másik utca volt, jól van. Akkor pontosan tudom. Na pocok, figyelj! Please, tehát nincs új cucc. Akkor be kell osonnunk. Alelek! A Z-hang, amikor nem sikerül a párosítás, mere. Az para. Lehet át kellett volna öltöznünk, mert ez a top hette nem biztos, hogy el tudunk bújni gyerekek a sövény mögött. Holmes, what are you doing here? What are you planning? A mission of my own. You must play the role of the conscientious doctor while I sneak inside Marsh's house. That's the only way of helping little Tom. De gyerekek, én hátul fogok behatolni, ezt remélem mindenki tudja. Vagy nem?
futás, haver. Hátul megyünk be. The window is firmly shut. Jó, ez zárva. Nyugi, mindig van egy nyitott ajtó. Mindig van. Ez az. Ó, be kell okkónunk. Na és akkor itt most mi a lényeg? Még mindig nem értem. Tehát ott van len 5, és fölül pedig 1. Az 6. De akkor mit? Egy 1-es kulcs kell ehhez? És akkor ehhez kell a 2-es kulcs? Mert ott 2 van? Ja, értem. Na most már akkor értem, hogy működik, jó? How can I help you? I came to visit Lord Marsh. What for? I would very much like to see Lord Marsh, if you please. Mi a büdös faszt kell csinálni? Mr. Holmes? What are you doing here? Igen. Oh, jó van, visszatölti. Ez azért jó, hogy ezt most visszatölti. I came to visit Lord Marsh. What for? Ez most jó, hogy visszatölti. I would very much like to see Lord Marsh, if you please. Oh! Ah! You're so clumsy. Can you please not... I have to visit Lord Marsh and offer him my services. Fisher, please, allow Dr. Watson to enter. Na, bazd meg. Good job, Watson. Hát ez szép volt. Oké, benn vagyunk. Festmény. Ferdén lóg, van mögötte valami. Új lenyomat. Ez az. Ott a szép. I see how hard to crack this safe. A váza. Az az. Doctor, it appears that you were impatient to pay me another visit. Indeed. Will you allow me to examine you? A second opinion, so that the great Lord Marsh does not become the late Lord Marsh. Előbb kellett volna nézni. Well, since you put it that way, very well. Shall I retire to your office, Lord Marsh? Ne, ne. No, please, Doctor, I insist that you stay. I shall need your assistance. Will you break anything else? I'll try my best. Uh-oh. Most mi van? Mr. Holmes? What are you doing here? What the hell? Elkaptak. Hát közd bazd meg. Will you break anything else? I'll try okay. My best. De jó, hát azt hittem, hogy ez nem az ő irodája. Na mindegy. És most el kell bújnom, mi? Ide. Jó. Keci. Megvan. Don't fos. Az a kalap, ez lehet, hogy kilóg, nem? A videgy. De nekik egy jó tanács mindenkinek, ha valaki esetleg besúranósakat akar játszani, akkor arra nagyon figyeljetek, hogy ne ez a sapka legyen rajtatok, jó? Itt egy levél. A mai napig becsésem szerint több mint 200 embert emel ki a csatornákba a speciális oktatási program, így már segítetnek formálni és támogatni virágzó birodalmunkat. Ez nagyrészt Lord Marsh bölcsességének és előrelátásának köszönhető, aki a legrátermettebb, legbölcsebb politikus nagyszerű munkát végzett, és sikeresen figyelmen kívül hagyta a kritikákat és akadályokat, amelyek arrogáns kollégái görítettek elé, akik olyan keményen kitartottak, és ez ki írta ezt? Hopp. Hopp. Kedves Lord Collins, aha ez az ugye egyik társa. Nyilvánvaló számomra, hogy sokat tanulhatunk a birodalom vezetéséről azoktól, akiket szegénységbe taszítunk. Ezek azok az emberek, akiket hátrahagytunk, hogy szenvedjenek az éhezéstől városaink árnyékában, otthon és külföldön. Jézus fasza. Nem lehet kibontani a masnit, bassz meg. Jó, akkor oda elkúrom. Ez mi?
Kedves Lord Marsh! A speciális oktatási programnak köszönhetően az életem megváltozott. Nem tudtam, hogyan köszönhetném meg, ezért választottam ezt a virágot. Köszönöm. What? Akkor most... Lord Marsh is a keen hunter. Aha. Menjünk már ki. Na, várjál a best. Gyerünk. Forgasd el a tárcsát, és figyelj a kattanó hangra, hogy megtaláld a megfelelő... Megvan! Jövőt. Micsoda. Ott a pénz, azt vigyük-e? Imádom ezeket a szegény ördögöket. Olyanok nekem, mint a friss leve. Hát ez elég érdekes fordítás itt, de mindegy. Öröm velük kommunikálni. Nagyon okosak, nem olyanok, mint mi. Talán nekik kellett volna lordoknak születniük, és nekünk egyszerű közembereknek. Lord Harrington. November 7th. This means that the meeting is planned for today. Igen. November 7-én lesz a találkozó a Grandstone tölgyinél. Csatoltam egy térképet a levélhez, hogy könnyebben megtalálja a helyet. Ez az. Megvan. Itt tuti van még valami secret, bazd meg. I can hide here. Nincs több, nincs. Kipucoltuk a szobát. Akkor most kiballagunk. I'd suggest that your current weakness is perhaps more than a simple case of influenza, Lord Marsh. Vértköp. Where might your companion be, Dr. Vértköp. Watson? Oh, he's busy poking his nose into other people's business, I'm sure. Kiloptuk, bazd meg! My lord, I'm sorry to interrupt, but és ez lehet nem töltődött volna vissza. Is it already time? My apologies, Dr. Watson. Ez most jó volt, most már tudom, hogy ezt a piros jelet kell figyelni. Might we offer you a lift? You are going out. I'm not sure that's wise in your condition. I value your opinion, but misery never rests and I am needed. Well, do please take good care of yourself, Lord Marsh. I'll send you my diagnosis, Dr. Fisher. Thank you, Dr. Watson. Farewell. Jó. Oké. Akkor most a Watsonnal kell kielemeznünk ezt a vérköpetet valószínű. Hú, ez király volt. Ezután átöltözünk. Nyugi. Oké. Okay. Na, Watson. Baszik, itt egy medveprém. Watson, what are you doing at my table? I just need to check one thing about Lord Marsh. My intuition tells me that Lord Marsh is hiding something about his disease. His cough, in addition to his fever and his usage of strong painkillers, leads me to believe that he is seriously ill. Mm-hmm. Jó. Pipetta. Van itt minden, tudjátok, hogy hogy kell ezt használni, mert a múltkor itt elbasztunk egy másfél órát az életünkből ennél az asztalnál, emlékeztek? Bizony. Let's study it more closely. Na, nézzük meg közelebbről. Igen, fókusz. Merje, befókuszolom. Szerintem így. Sputum with tiny drops of blood.
I could take a sample and examine it under the microscope. Jó. I need to take a sample of it using the glass rod. Az üvegrúd segítségével. Kivesszük a kis pipettát. Vérminta, ez az. És rákenem. Hát ez undorító. Most megfogom a... Let us apply chemicals to color the sample. A mintaszínezéshez alkalmazzunk. Hát... Srácok? Melyik legyen? Let us apply chemicals to color the sample. I need a pipette. De... I need a pipette. Jó, pipetta. Alkoholt nem alkalmaznék rá, hát ilyen karból fuchszín sem, mert rózsaszín. Legyen a kék. This chemical should be applied third. Aha. This chemical should be applied second. Hát azért mindennek van határa. Százalékos esélyben is. Jó, rászínezzük. Ez az. Akkor most jön a középső. Szépen csöpögtessük. Jó. És most jöhet ez a metilén. Szépen, hogy ez az. Közepére, az az. Nagyszerű. Let's examine the colored sample under the microscope. Na, akkor most ezt megfogom. Beküldjük ide. Jó. És belenézünk. Úgy. Hát, Mónika. Azaz. Mégis mi számít szokatlan elemnek itt? Kandidás! Megbasztott orvosa! Mycobacterium. It appears that Lord Marsh is seriously ill. Jó, tehát valami nagyon komoly betegsége van. Holmes, this is no longer a laughing matter. It is just as I feared, Lord Marsh is suffering from tuberculosis. Gyerekek. You don't say. Yes, I do say. And Holmes, he will die if he is not transferred to a sanatorium as soon as possible. And yet both Lord Marsh and Dr. Fisher are doing their best to hide this fact. Milyen érdekes. But why? Why indeed, Watson? Oh, but... Oh, dear God. You don't think that Lord Marsh contracted tuberculosis while aiding the poor? How terrible. I have a commitment that I can't possibly cancel. Holmes, during my absence, please be extremely careful. This disease is highly contagious. And remember that we have women at home. Ez nagyon érdekes. Tehát fertőző betegként, és ugye úgy, hogy tudja, hogy ő... Thank you, Miss Alice. Until later. Ez nagyon I'll érdekes. See you soon, Caitlin. Where have you been? Mintha direkt fertőzni akarnának mindenkit. She is so kind. Dracula. I think she likes you. I doubt that. How is your investigation going? It's going. Ja, ez a fővetre valami normális rövbe. Ez a terítő, amit fővett, ez nem túl szép. Did you know? Well, well. Igen. This is so romantic. Várj, ez most valamit mondott nekünk, csak nem figyeltem. Látjátok, én ezt mondom, hogy amikor nem figyelek, akkor tök mindegy, hogy angolul vagy magyarul van, mert most a magyar se figyeltem, hogy mit akar ez a kis lúgnya most tőlünk. Tobi. Well, well. Sweet slumber after a hard work. It is thrilling. A map of London and its surroundings. Nem megyünk ki. This is Kate's room, it's private. Ja, hogy ez Kate szobája. Jó. Várjál, mert most átöltözünk, gyerekek, tehát itt muszáj. Persze, hogy fertőzni akartak, ez az asszisztens a doki. Ennyi. Kigombolt öltöny, farmer ruha, fekete öltöny. Na gyerekek, most fölhúzunk egy ilyen szürke öltönyt, és ehhez pedig dukál egy ilyen fantasztikus ilyen saptyák. Most nem lesz rajtunk szemüveg, és kackiás bajuszunk lesz. Így. Ez az. Csak hogy ne...
ismerjenek föl minket. Na gyerünk, akkor keressünk. Tehát itt... itt most elméletek kettő dolgot is meg kell találnunk. Az egyik az a Wolfjack, ami egy katonai jelvény. Ez lehet, hogy itt a történelemben lesz? Nem. Újságok. Nem, ez is embléma lesz, bazd meg. Jelvények és érmék. Wolfjack. Félig farkas, félig nyúl. A lovat micsoda? Scouts becenévként volt ismert. A lovat Scouts volt a brit hadsereg első mesterlövész egysége, bazd meg. Here it is. Aha. Jó. Amin a Grandstone tölgy van megjelölve. Jó, itt ez biztos, hogy nincs. Itt sincs. Építészet. That's not the one I need. Nem lesz itt sajnos. Hol a faszomba lesz ez a tölgy? Ez nem itt lesz, gyerekek, hanem a térképen. Itt. Ez itt lesz. A map of London and its surroundings. Nem? Could be useful. Remek, nem. Akkor ez itt lesz, ezek szerint. De hol? Csatoltak egy térkép darabot, amin a Grandstone tölgy van megjelölve. Grandstone tölgy. Bürök mag. Kémia. That's not the one I need. Na, back. Harcművészet. Hol a pöcsömbe lesz ez? That's not the one I need. Aha. Igen. Baszd meg magad. What the hell? Gyerekek, nem tudom, hogy melyik lesz. Most az, hogy én végig kattintgassam az összeset, az biztos, hogy nem. Tehát itt mi a pöcs van? Várjátok, nézzük csak végig ezt. Tehát ez megvan. Ez a mesterlövész cucc. Az Epping... Ó! Aha! Nem lehet, hogy itt van? Itt. Az Epping erdő térképe. A pincébe. Ez ott volt. De oda hogy megyek vissza? De várja, ez most nincs nálam, mert tök érdekes, mert azt jelzi, hogy... várja, nem lehet, hogy arra az erdőre kellett volna keresni az enciklopédiába, de biztos. De most fölöslegesen jöttünk el. Szerintem ez most kamu. Ez biztos, hogy nem jó így. Please, sir, find my father. Most már, hogyha visszajöttünk, akkor lemegyek oda, hát, ha de kizártnak tartom. Tehát ott valamit az erdőre kellett volna keresni, vagy nem tudom, valami szóra. De tök érdekes, mert ugye alapvetően meg, amit oda berakod a mellé, az enciklopédia mellé azt a képet, azt kell mindig figyelembe venni. Az azon lévő infót. Jaj.
Ez egy kicsit azért furcsa ez nekem, de hát mindegy. A map of Epping Forest. Oké. Okay. Itt én nem látok ilyen ók feliratot. Pedig elég mélyen nézegetem. Jó, ez nem az. Hát akkor 1000%, hogy itt kell. Menj közele! Aha. Jó, akkor ott lesz az. Csak melyik? Ez most ki kéne találni, mert nyilván végig lehet ezt kattintgatni, és akkor meg lesz. De nem akarom úgy. Ú, de csúnyák vagyunk itt, bazzeg. Te jó ég. De ennek mi lehet a megfejtése? Ez most nincs meg, skacok. Grindstone tölgy. Művészet, várjál. Itt nincs. Gazdaságtudomány. Vidéki gazdaságtan. That's not the one I need. Nem. Tesla. Történelem. Gyógyszer. Tuberkulózis. That's not the one I need. Pedig ez... arra volt szó. A botanikával ez bazve. Itt van. Az angol tölgy. Azaz. Jó. Na szépen ezt pont kihagytuk. A Grindstone tölgy egy furcsa és titokzatos fa, mely az Epping erdőben nő. Nevének eredete nem ismert, bár sok legenda és mese kering róla. Néhányan úgy tartják, hogy boszorkányok tartottak szertartásokat évszázadokon át a fa mellett, és aki hozzáért Grindstone tölgyének törzséhez, az örökre el lett átkozva. Here it is. Cranston's oak is in Epping Forest. That's the place indicated on George Hurst's map. Ok. It's done. My analysis table. My analysis table. For my work. Okos. Eltűnt a kis csaj, gyerekek. Már az is megunta, ezt vágod? Jó, tehát akkor most elméletileg el kéne tudnunk menni oda, nem? Abba az Epping baszásba. Várjál, most kellett a térkép? Á, ez az. Let's try to find the place from the hand-drawn map. What the fuck? Várjál, ez easy lesz. Kell találnunk egy ilyen herét és egy ilyen hatágú cuclit, ami megy ki belőle. Annyit kell találnunk. Mi van? Hát tényleg. És még egy ilyen valami tó is van ott. Itt lesz. Itt van. Itt ez az. Itt. Nice. Here it is. Drat. I'll need to hurry if I want to find out what's going on at the forest. Tadunk! Here it is. Még jó, hogy a méretarányok stimmelnek, gyerekek, minden térképet. That boy Wiggins, does he come here very often? Oh, he helps occasionally in some of my cases. Why do you ask? I'd like to talk to him. Az anyád. Father, back at school there were only girls. Biztos nem fogsz beszélni az a rihes gyerekkel, felejtsd el. So boring. I'm sure Wiggins has lots of exciting stories to tell about his life in London. It would be so romantic. Hát, hogyha kell a lapos tetű kislány, akkor... Ez megképesztő. Ketch, Wiggins is not the sort of boy you should be socializing with. So he's perfect then. Okay. I'll leave you alone now. Ok, hopp, deduction is on. Nyomok. Nagyon jó. Ez a Lovett Scout, ez volt a mesterlövész.
Nem a klubbal. A sebbel? Ez az. Ez az. Igen. Tehát ez a Hurst, ez egy mesterlövész volt, ugye? Oké. Okay. Király. És akkor van egy térképünk. Mi az a hóvadász? Ez a Water Club. Hopp, 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 hopp. És a Lord Marsh is ügyes vadászok, tehát ők lehetnek még mindig semmi deduction. Térkép meghívás. Ez az. Tudomása volt a találkozóról. Le akart őket vadászni. Gyűlés az Eppingi erdőben. Na most mi van akkor, hogyha a kapcsolatot átrakjuk erre, és az információt pedig érdeklődésre? Aha. It's not working. Jó, ez így, tehát szerintem így jók vagyunk, jól állítottuk be. Csak ugye itt meg lehet nézni, hogy milyen egyéb következtetéseket lehet levonni. És ilyenkor én ezt mindig kiszoktam izéni maxolni, hogy legalábbis abba az előző részben az összeset kimaxoltuk, hogy minden egyes variáció, hogy mit változtat az eseményeken. De itt most nagyjából így eddig így állt össze, mert itt is. Mi van akkor, hogyha ezt jelölöm be? Én gyanús, hogy ez a másik lesz. Jó, tehát akkor megvan ez. De ez milyen hülyén hangzik ez a mondat? Lord Marsh és társai az erdőben gyűlést tartottak ott, ahol George Hurst térképén megjelölték. Nekem ez a magyar, ez kabaré. Akkor most elmegyünk oda az Eppingi erdőbe, gyerekek. Kicsit pettingelni, mit szóltok? Let's go. Aha, itt van. Én ugyan nem megyek sötét erdőkbe. Hát dehogy nem merem, nézd csak, majd itt is vagyunk. Ó, szupravári! Pá, Mónika. Móni, kellett neked idejönni, bazd meg. Mert igazad volt. Nagy hiba volt. Úristen, meg fogunk baszódni. Fedezék elhagyása. De merre kell menni? Hoppá, sidestep, gyerekek! Mondtam, hogy vigyázzatok, mert DBD skilles karakter van ám. Vigyázz, vigyázz. De honnan lőnek, geci? Ja, elfáradtam. De mit csinálsz? De nem megy be a fedezékbe. Hogy kell bemenni a fedezékbe? Abszolút nem értem, hogy itt mi a teendünk. Most elméletileg mögöttünk lőnek, ugye? Jó, ez nem talált. Ja, hogy ide kell beállnom. Aha. Jó. Jogalom. Meg kell várnunk, amíg főmegy a stamina. Jó, most már értem. Na, az megbaszta volna, ha azon a sziklán fejbe lősz. De várjál, követ. Azt a kurva! Megadott a csapdába és belelépte, baszd meg! Segítség! Ajja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 j
Futás, bazd meg, futás! Micsoda? A szikladarab. Arra. Hogy növeld a távolság. Nyomvonal, az jó nekem.
Hát be kell jönnünk fedezékbe. Oké, okay, hát ez megint jól sikerült. Gyerünk. Mert itt is van. Fuss, bassz meg! Gyerekek. De várja, a csapdákat lehet látni a földön. Nem tudom, annyi cula van itt, bazd meg, hogy én már nem tudom, hogy mi van. És nem értem, ezt nem értem, ezt az eltalálást se. Hogy ez hogy működik, vagy mitől függ. Értitek, hogy nem értem? De... Lehet látni. Lehet látni, most megnéztem. És most mellette mentem el. Mellette mentem el, és még így is belement. Tehát van egy ilyen kicsi izéje, hogy... A könnyebb utat, hogy megnöveld a temp. Szikladarab. Erősen elzárva, nyomvonal. Ja, most már értem, hogy akkor így kell kiválasztani, merre megyünk, jó? Kurvára kell figyelni a medvecsapdákra. Hoppá, lufi! Erre. Föl kell töltődnünk. Látjunk. De kiszájsztappelem, kiszájsztappelem. Kurva gyak. Így föltöltödünk, itt is lesz valahol egy csapda. Bazzege, nehéz! Hú. Ide be kell bújnunk ide. Ez kurva jó. De reggel nagyon csúnyán segben leszünk baszva már megint. Fuss! Árnyas ösvény, ritka bokrok! Származás, fa által eltolva, szóval jobbra megyünk, futás! Ok. Fasz! Megvan. Bazzeg, nagyon király. Hát, ez szép volt, de ez hogy alakult ki ez a helyzet? Where is he? This man was killed recently. The body is still warm. Mit? Ilyen vadászgyakorlatot tartottak emberekre? Ő például, ő is az egyik... Ma megint! De menj az anyádba, hát mit csináljak itt? Jó, hát persze. Nyilván. Nyilvánvaló. Még egyet kapok és vége. De persze. Jó! Befáradtam! Befáradtam! Menj be a fedezékbe, te parom állat! Meg vagyok. Futás. Igen? A mocsár illata bozót? Igen, mi van? Mi van?
Kőomladék, nagy kő, kőomladék, kőomladék. Gyerünk! Mi van? Ajaj, nagy a baj. De hát a kőomladék az, az nem azt jelenti, hogy az át lehet menni, mint a nagy kő. Jó. Akkor nem azt jelenti, gyerekek. Nyugi, nem azt jelenti. Itt most sem másikat választottátok volna? Tanulj. Jó, bazd meg az anyád. Hm? Te nagykövet választottátok volna? Jön a kuki, jön a kuki, jön a kuki. Váltunk. Nagy kő. A mocsár illat, a bozót. Ja, hát jó, így már, hogy belátok, hogy ez, ez a nagy kő, így persze. Hát. Jó, de hát ez, ez megtévesztő volt. Kicsit fel kell töltödnünk. Váltunk. A detektív módot. De hogy használjam a detekt? Nem bírom. Nem bírom. Csak nem bírom használni. Tehát nem bírom megnyomni a T betűt. Nem működik. És most működik? Hát milyen érdekes! De megint nem működik. Használd a detektív mód. Ja, hogy miközben fedezékben vagyok. Na így most már meg lesz. Jó, hát mire ezt végigolvasom, bazd meg, addigra meghalok háromszor, geci. Most miért megyek ennyire lassan? Hát így fixen kapok egy lövést. Most ezt kiszájszteppeltem. Jó. Ezt is kiszájszteppeltem. Na. Jó. Jó, erre megyünk. Bazd meg. Ezt is kiszájszteppeltem. Jó. Ha-ha-ha, kis köcsög. Faszapó. Jajajaj. Jó. Egyenes. A mögébe. Jó, akkor oda be. Gyorsan. Jó. Oké, és akkor innen kéne elmennünk hova? Oda? Egy kapni fogom, nagyon csúnyán. Nem bírok elmenni odáig. Ugye nem az elejéről. Jó, kösz, kösz, kösz. De arra kell menni, tuti, ott látom az utat. Látjátok, mennyit sidesteppeltünk, bazd meg? Mert eltalál a kis köcsög. Jó? De itt most mit csináljak? Oda nem bírok elérni, úgyhogy arra, oda kell mennem. Jó. Elméletileg kaphatok még egy hitet, ugye? Ezt kiszájszteppeltük. Ezt is. Ajajajajajaj! Wow! Nagyon jó! Oda! Ez az!
Jó, és akkor most ide, tipli. Itt most ne lőj meg, ne lőj meg, ne lőj meg, nehogy itt most meghalljunk. Nagyon jó. És itt most futni kell? Már jön utánunk még mindig. Hó! Ha-ha! Kis fasz! Most már tudom, hogy kell kiszidesteppelni. Mehetünk? Tehát van az a lézer, és azt így ki lehet sidesteppelni, bazzeg. Merre kell menni? Úristen! Na most már menekültünk meg. Jó. Mi még mindig? Harrington! My God, it's Lord Harrington's body. Bazd meg! Fejbe lőttük! He was killed by a shot to the forehead. My health is deteriorating. I need to dress my wound. Vedd el valamiért! Nem kötözzük be sebecskénket? Be kell kötöznünk a sebecskénket. Gyerekek, ez durva rész volt. Jó, és itt most már... Igen, piros virág. Lapulevél. Ó! Kellett nekünk eljönni a macskos erdőbe, majdnem itt hagytuk a fogunkat. Baszik. Jobban lőv itt videó vége. Na, skacok! Ez egy vadászkunyhó. Igen, hide here. Ó, hide here, nagyon jó. Jelenleg lakatlan. Itt van ez a három ipse. The Quartermain Club. This must be Lord Marsh's cabin. Ja, hogy ez a Lord Marsh-nak a kunyhója. Na gyerekek, akkor kell nekünk géz. This will help to dress my wound. Ez az. Someone's coming, I better hide. Menjél már, bazd meg, menjél már, te szerencsétlen! Meg pukisztem is. Breathe, Lord Marsh. It's almost over. Who are you? George Erst from the First Lovett Scouts, here to deliver justice. An old soldier. How ironic. Did we refuse you on our special education program? It's true, I was refused. An old wounded soldier is useless to you, but he can still be dangerous. We hunted a lot in these woods. But I didn't expect to become the prey. I have lived a grand life without any limits set by others. I will die a happy man, so you won't see me begging, you festering wretch. Miguel, meg mozog. Prepare to meet your maker. Derítsd ki, mi folyik az... B, várjál, várjál. Ezt tudta. Na várjál, most akkor az egészet át kell itt akkor rendesen rendszereznünk. Bosszút akart állni, pontosan. Igen. Igen. Őt tartja felelősnek saját kudarcáért. Saját kezébe vette a törvényt Lord Marsh ügyében. Ez biztos, hogy ez lesz. Legalábbis most ez alapján. Lord Harrington és egy koldus teste. Tehát itt ezek így vadászgattak. Hát passz meg! Aha. Ohohohoho, igen. Thank you.
Na hát ez egy érdekes kérdéskör, gyerekek. Ez azért, tehát biztos, hogy a izék vadásztak. A koldusokra tuti, hogy ezek a marsék vadásztak, mert azok a listán szereplő emberek ugye eltűntek. Tehát ugye volt egy ilyen októberi lista, ki voltak x-elve, és azok az emberek eltűntek. Továbbá van itt az a levél. Ugye itt is például ez a John Snowbridge eltűnt. Hol van az a levél, amit a... Ne, faszom, nem látom azt a levelet. Ja, itt. Ez. Ez. De... De én nem gondolnám, hogy ez a izé pszichopata, tehát hogy... Tehát itt ez annyi, gyerekek, hogy ez egy bosszú, tehát hogy... Tehát ez nem személyes indíték. Itt mi van, hogyha nincs visszatérésre rakom? Aha, itt ez... Várjál, mi van akkor, hogyha ugye bosszú? Ez az, és itt ez pedig az urak, ahogy eredetileg gondoltuk. De akkor itt van még valami, tehát a bosszú meg a nincs visszatérés, az nem illik össze. Tehát ezt itt nem tudjuk betriggerelni sehogy. Két különböző következtetést vontál le. Mostantól gyorsan válthatsz közöttük. Ja, aha, tehát most akkor így... De van még! Van még! George Hurstnek tudomása volt, tehát ez ugye egy tény. Tehát ergo nem lehet a többi. Mi van, hogyha ezt nyomom? Valahogy ki kéne hoznunk még egy deductiont. De ugye nem lehet, tehát gyakorlatilag nem lehet, mert a tények azok csak ezt állítják így. És ez meg az utolsó esély. Azért jön ez így nekem ki. Mert... De most nekem ezt még nem kell meghoznom, ezt a döntést, nem? Ja, de? De most ezt nekem meg kell hoznom, ezt a döntést, most. Hát ez nem olyan egyszerű. Miért titkolja azt, hogy beteg? Abszolút nem kaptunk rá még magyarázatot. Ugye azt tudjuk, hogy a Harringtont azt pofán lőtte már valaki, valószínűleg ez a Harsh emberke. Azt is tudjuk, hogy ez egy katonai mesterlövész volt, akit nem vettek föl ebbe a speciális programba.
Gyerekek, én nekem ehhez nincs elég infóm. Tehát én ennyiből nem tudom ezt megmondani. Én nekem nincs elég információm erről. Hogy ezt egyértelműen azt mondjam, hogy ez történt. Egyszerűen nem, egyszer nem. És ugye hát az meg, hogy a gyereket, aki, tehát azért nem tudom elképzelni, hogy pszichopata lenne ez a faszi, mert itt van a gyereke, akinek meg a legjobb tanítatást akarta, meg zét rá folyamatosan kifizette előre a lakbért, LTC, tehát hogy nem hagyná, nem tudom, tehát hogy ilyen személyes indítatásból nem hagyná ott a gyerekét. Igen, ezek a döntések az előzőben is azért volt egy kert, ami kurva nehéz volt, és nagyon sokáig kellett rajta agyalni, hogy most akkor melyik legyen az, amit mi akarunk. De ugye tök érdekes, hogy például egy koldus levele a Marsnak az az, hogy ez a programnak köszönhetően megváltozott az életet. Tehát ez egy hálás köszönő levél. De akkor nem értem. Mert minden jel arra utal, hogy ez tényleg egy különleges ilyen oktatási program. Szerintem valamit mi kihagytunk, mert én ebből nem tudom eldönteni. És én most ezt nem akarom eldönteni. Tehát így most nem akarom eldönteni, mert most valószínű az lesz, hogy kimegyünk. I should decide what to do before leaving the cupboard. Hát bazd meg! Na gyerekek, mi legyen? Melyik legyen? Melyiket válasszuk? Mert ez azért nem lehet igaz, mert a Hurst az mi a faszér ölni meg a koldust. Érted? Tehát nekem ezzel, ez a bajom, hogy itt valami olyan átfedés van, hogy tuti, hogy a marsallék, igen, most már döntöttem, hogy azt fogjuk választani. Tehát tuti, hogy ezek voltak az őrültek, akik itt ezt így leizélték, hogy oktatási program, de közben meg vadászták itt az egy-kettő ilyen elbaszott kis koldust, ilyen örömszerzés céljából. És ez a Hurst, ez meg megvadult, mert nem vették fel ebbe a programba, hogy a gyerekének tudjon segíteni, és el tudja indítani az életbe, ezért megvadult, és bosszú hadjáratot indított az alapítók ellen, és azt az egyiket, azt meg is rektelte már. Ugye ezt már tudjuk. Úgyhogy szerintem ez. De nem, én most csak magamat győzködöm. Mere, vagy te hogy látod? Mert én az előző izében is ezt csináltam, hogy ilyen fél órát pofáztam saját magamnak, hogy meggyőzzem magam az egyikről, amiről több infóm van. Mert az nekem nem állna össze, hogy egy pszichopata az ember, mert azt nem mondhatjuk róla, mert szereti a gyerekét, és nem tudom elképzelni, hogy ő például ilyen saját koldus társaira lövődözik. Egy mesterlövész katona. Tehát, hogy ezt nem tudom elképzelni. De ezt viszont így el tudom képzelni. Hogy bosszú. Mert azt nem, hogy őt tartja felelősnek a saját kudarcá. Szerintem, gyerekek, ez lesz a jó megoldás. Ezt fogjuk választani. Lord Marsh és társai embervadászatokat rendeznek. A speciális oktatási program tagjaira vadásznak. George Hurst csak az áldozatokért akar bosszút állni. Ahol végül meghal a tuberkulózis miatt. Hát elítéljük, nem? De úgyis megpusztul. De ezt el kell ítélni, ha gyerekek, ez itt az erdőbe vadászta az embereket.
Na várjá! És ránk ki a faszom lövődözött, apropó? Hm? Minket akart levadászni a Mars most? Mert ez egyébként egy kurva nagy kérdés. Apropó. Csak úgy érdeklődnék. Ha? A hang, aki volt, az valaki nem vágja, hogy az kivisított ott mögöttünk? El kell ítéljük. George, lower your rifle, please, for Tom's sake. Holmes! My, my. An almost worthy opponent. Tom? My Tom? If you've endangered my lad in any way, you will pay dearly. I assure you that Tom is safe in London with a well-trusted friend. And now it's time to end this. By all means. George, listen to me. If you're seeking an apt punishment and vengeance, killing Marsh will give him exactly what he wants. He would die knowing that he had fulfilled his life through his absolute control of it. But if you allow Marsh to live and be arrested, he will suffer a punishment far greater than you or I could deliver. His ball and chain will be the debilitating tuberculosis. It will drag him painfully and slowly to his demise behind bars. You're mad! You're both mad! Let's go and find Tom. Not just yet. See, Lord Marsh, you will die here. Although not by the gun. You'll die slowly. Don't do this, George. Detective, take a look here. This is how you became sick, Lord Marsh. The beheading of your victims who were suffering from tuberculosis was what infected you. Poetic justice. Holmes, you cannot fully understand why we helped so many and sacrificed a few. But don't let me die like this. Just kill me now. De nem akartam megölni, baszd meg, azt hittem csak vállon lövöm! I understand your view, Mr. Hurst. I really do, but I couldn't allow you to continue. De gyerekek, ez mi a büdös fasz volt? De ez így csalás! Ez így csalás! Hát akkor lelövöm az embert! Akkor lelövöm az embert! Igen! De hát ez így egy fasság! De nem! De nem! Az előző részben is volt ilyen, és ugye nem halt meg az ember. Hát nem fejbe lőni akartam, bazd meg! Hanem, hogy ne tudja megölni. Hát geci! Istenem! Te lol. George, lower your rifle. Bazd meg. George, he... Na. Detective, take a look here. Azért, mert ez egy beteg, tehát ez a Mars, ez egy őrült állat, hát ez meg ide fő koncolta az embereket dobozokba. És így is lett ugye tuberkulózisos, beteg őrült fasz. Poetic justice. Holmes, you cannot fully understand why we helped so many and sacrificed a few. But don't let me die like this. Just kill me now. És mi, hogyha nem lövök le senkit? Boom. Mr. Hurst, you've already served brutal justice to Lord Harrington and I hope Lord Collins and Dr. Fisher, taking that into consideration, you may as well kill Lord Marsh and end the Quartermain Club. Na, hát én ezt nem értem. No loose ends. Ezt meg nem lőttük le. Ezt meghagytuk akkor neki. Jó, így ez jó. Ezt így elfogadom. A mentés törlődik ebben a bűnügyben, nyomj nemet, ha egy másik morális döntést szeretnél. Nem. Én ezt elfogadom, ez így jó. Ezt így akartuk. Oh, mother.
De ez nagyon jó volt, ez tetszett nagyon. Tehát gyakorlatilag megfejtettük az egészet, de ez tényleg durva volt, hogy fejbe lőttük az embert. Tehát, hogy ez engem most így főbaszott, vagy nem főbaszott, hanem így nem is értem. Még jó, hogy ki lehetett újra választani, mert ez nem az én döntésem lett volna, tehát én nem ezt akartam. Én azt hittem, ez úgy lesz, mint az előző részben, ugye, hogy ott is így vállon lőttük, vagy valami, és tehát, hogy ne tudja megölni. A zöld tanulmány. Szia, Laci. Nem kell sokat várni. Yes. Well easy. Done, Watson. Holmes, you're playing bowls? Indoors? Not just any old bowls, Watson. Lawn bowling. Seriously? With your injury? Oh, no. Mrs. Hudson is going to murder you. Well, that's it for now. Time to go. Would you care to join me? You're incorrigible. And where are we going, Holmes? I'm participating in the final stage of the annual tournament held by the London Archaeological Institute's Bowling Club. It's an official invitation. Szavasz, M. Gibb. I'll just need to dress suitably. Ez a játék pontosan olyan, mint a Crimes and Punishments, amivel játszottunk egy pár hónappal ezelőtt. Tehát egy az egyben ugyanaz a gama, egy kicsit többet lehet benne mozogni. Játsz a Gyepszeke klub döntőjében. Na gyerekek, ezt viszont szigorúan úgy fogjuk játszani, mint az előző részt, hogy egy ügy, egy adás. Tehát ez tuti, ez itt nem lett kérdés. Mert minden egyes ügynél ugye úgy kell, hogy itt az előző ne zavarjon bele, és ez nekem ez a Crimes and Punishmentnél is úgy tetszett nagyon, hogy így minden egyes nap, amikor így beálltunk a game-re, hogy akkor itt tök fasza volt egy-egy ügyet megoldani. Tehát így szerintem ezt így nem jó összekeverni az ügyeket. Én nekem ez így nagyon tetszik. Gyenge álca. Na várjatok, fölvesszük ezt. Fölveszünk egy ilyen szemcsit. Egy teljes álca. Nagyszerű. De ne legyen spoiler. Tehát én nem értem, hogy miért kell beírogatni előre dolgokat. Én tényleg nem értem. Legyünk lelkészek. Sportruházat. Tényleg nem értem, tehát tényleg nem. Nem értem. Na mindegy. Oké. Jó, skacok, szóval akkor innen fogjuk tolni tovább. Nem tudom, hogy mikor. Még lehet, hogy ma. De hogy holnap biztos, az tuti. És akkor ma meg még kéne valamivel tolni majd este. Vagy hát így, nem tudom, így mostanában valamikor. Most lesz egy kajaszünet, az viszont tuti. Nagyon baba ez a game. Pont olyan, mint a Crimes and Punishment. Az is nagyon tetszett. Ott is nagyon jó ügyek voltak. Laci, hogy az Isten kócos kettétekert véreres, méteres faszába lenne Paladins ma este? Hogy? Hol? Hogyan? Nem tudom. Na, úgyhogy remélem, hogy nektek is tetszik, skacok, a game. Minden nem mentett. Gondolom, ez most el van mentve. Ez most ha el van mentve, ha nem, most kiléptünk. Nézzük meg, hogy hova dob minket vissza. Tetszik, mere? Jó van. Gut. Párszor érzem egyébként azt, hogy ez a mester detektív fokozat, ez nem hagy nekünk elég időt arra, hogy így ismeretlenül ezeket a skillcheckeket így hirtelen, hogy így azt se tudom, hogy mi van meg, hogy hol vagyok, meg mint vagyok. Így egy-két izé van. De nem baj, mert jó ez így, mert így van rajtunk egy kis nyomás, tehát így az így tetszik. Hogy nem az a kis full chilles, hanem ugye kicsit ott így pesgünk ott azon a szinten, ami pont kell ahhoz, hogy jó legyen ez a game. Itt vannak a bűnügyek. Aha.
Az ő tanulmányok, ez lesz a következő. Hát szívesen tolnám tovább, de biztos, hogy így szét lesz szedve. Ugye, mint a Crimes and Punishments-nél, ezt tuti. Jó! Nas kacok, mi legyen ezután? Tehát a Paladinst kivéve, ugye? Gondolkodtam, hogy megnézzük ezt a Spellbreak című gémet, de nincs az az Isten. Nincs az Isten. Viszont van egy ilyen Railveil Empire, ami most ingyenes az Epiken. Ezt lehet, hogy megnézném, gyerekek. Elég érdekes game. De még annó játszottam a... mi eredetek volt a neve annak? A Railroad Tycoon. Nem tudom, mi volt az. Valami, az is ilyen vonatos volt. Várjatok. Railway Empire. Empire trailer. Ünnepeljük. Reklám, bassz meg. Vonatozzunk. Na, így várjál. Ez az. Na, nézzük csak meg. Vonatozzunk. Kurva életbe. Nekem nem kell Final Fantasy, ez... A Railroad Tycoon. A Gears Tacticsot legnehezebb fokozatom már végig toltam MG-be. Az egy szép szülés volt az a játék. Atya úristen. Ez egy 2 éves game amúgy, mármint PS-re 2 éve jött ki. Ezen elgondolkodok, hogy... Sejtettem, azt mondja. De én nem szeretem a Final Fantasy-t. A világot nem szeretem. Egyiket se. Nem szeretem. Tudom, melyik az a manga. Az a manga világ. Azt nem szeretem. Ja. Most gyerekek, most mivel ugye többet streamelünk, most elkezdtem kapni a kulcsokat ezen a K-maileren. Nem gondolom látják, hogy most azért megy itt a streamelés. És... most ugye ez a Maid of Scare, ami kin van Donate-be, meg a Man of Medan, ez mind a kettő ben van nekem itt a K-maileren ilyen pending státuszba, hogy kaphatok rá kulcsot. Ha kapunk rá kulcsot, akkor azzal aznap este fogunk játszani. Ahogy kapunk rá kulcsot, ez a két game közül, amelyikhez jön kulcs, jó? Hogy akkor este legyen horror. Megigényeltem még Iron Harvest-et, a Little Hope-ot is. Akkor az Outer Worlds-höz a... bár mondjuk ez mindegy. Oda néz, a Don Zolika! Szavasz, szavasz! Köszi szépen a szubot! Köszi Don Zolika, üdvözlet! Nagyon-nagyon danke! Ne roka kettő knife! Köszi szépen a szubot, ez már 7. aranyapa, köszi! Danke! Man of Medan? Nem tudom, de igen, azt sokan mondják, hogy az rövid. Ez a Man of Medan. Sokan mondják, hogy rövid. Tény, ami tény. Jó van. Hát de igaz, te is ismerhetsz, hogy az a game, az nekem nem jön be, az a Final Fantasy, azt tényleg nem szeretem, azt a stylet. Na, akkor megnézzük ezt a vonatos pumuklit. Elég érdekes amúgy ez ilyen nézetekbe. Release date 2020. szeptember 10, tehát hogy ez érthetetlen. Megnézzük, jó? Na, skacok, akkor egy gyors szünet,
Akkor figyeljetek, maradjunk annyiba, hogy, hogy fél hat. Nyugi, nem sokára... Ja, Cyberpunk az, az már megvan, gyerekek. Az már megvan. Eszek. Akkor maradjunk annyiba, hogy fél hat, hogy hatkor kezdünk, jó? Akkor fél óra. Akkor hat óra, akkor indulunk tovább. És pörög a Rayvale Empire. Jók legyetek. Szevasztok. Ezzel meg még jövünk vissza, és minden egyes ügyet így szépen egyesével végig tolunk. Szevasztok, peace.